elgondolkodtam itt, nézve ezt a gyönyörű tenyészetet itt a Zaragázon. Hát a lényeg az egészben az, hogy ez ugye egy sima almaleves volt, amiben ugye tejfel, liszti, pár kis sav, meg ilyesmik. A lényeg az, hogy egy sima tejfelből a benne lévő kis mikroorganizmusokat meg végre a kánálba csöppentünk, itt minden felzabálhatunk, és berendezzük magunknak úgy, mint a kedves lakásunkat. Berendezzük minden jóval, földi jóval, amit csak lehet, és elhalmozták vitaminokkal. És gyakorlatilag vitaminbombává alakult ez az egyszerű táplálék. Ha azt vesszük, hogy vitaminokat szedünk egész életünkben mostanában ezek a mostani emberek, ugye, gyakorlatilag miért? Mert nincs bennünk mikroorganizmus. Hiszen, hogyha lenne bennünk mikroorganizmus 37 fokon a rengeteg almalevestől, amit eszünk, és persze minden mástól is, csak ez vicc volt, nyilvánvaló, hogy ők abban a pillanatban berendeznék maguknak kedvük szerint teli vitaminokkal és mindenféle olyan anyagokkal, amiknek szüksége van a szervezetünknek, semmiéknek is. Úgyhogy egyet tudok mondani, azért esztük ezt a rengeteg vitamint, mert nincs bennünk elég penész, meg gomba, meg elég baktérium, ami ezt megcsinálja. És mi kell ahhoz, hogy legyen bennünk vitamin? Csak ezek. Semmi más.